stábunk kezében maradt egy vas kapudísz a nemrég felújított Várkert bazár bejáratáról, de egyéb hiányosságokat is találni a több mint 10 milliárd forintból felújított komplexumban. A DK bejelentést tesz az Európai Csalás Elleni Hivatalnál, hogy így hívják fel a figyelmet a mintegy 20 millió eurós támogatás sorsára. Lázár János pedig azt ígéri, azonnal utána nézett a dolognak. Több mint 10 milliárd forintos újjáépítés, plusz a Várkert bazár előtti terület közel ugyanennyibe kerülő kapcsolódó rekonstrukciója. Átadás egyszer a 2014-es választások előtt, majd másodszor 4 hónappal később. Egy évre rá megint, ám ekkor már javítani is kellett a hibákat. Gyakorlatilag egy szinonimája lett már a Várkert bazár az ilyen buherának. Az urbanista szerint javítani való lenne most is. 3 évvel az első átadás után ugyanis nem pont úgy néz ki a Várkert bazár, hogy egy frissen rekonstruált épületnek kéne. Erről stábunk is meggyőződött a helyszínen. Szóval ez a rekonstruált kapudíz, ez minden a kerítés tetejéről maradt a kezemben az idén. A lehulló vasvirágokon kívül elkoszorodott falakat, máló vakolatot, beázások nyomait és finoman szólva is hanyagul felhelyezett lábazatot találtunk. Zubrecki Dávid azt mondja, van más probléma is a Várkerttel. Hogy ahhoz képest, hogy egy kiemelt, turisztikailag nagyon fontos, értékes és gyönyörű, és amúgy helyreállításában is látványos épületről van szó, gyakorlatilag Fittyethánynak az arculatára, és olyan gagyi megoldásokkal reklámoznak például dolgokat, vagy tájékoztatnak dolgokról, ami nem méltó egy ilyen színvonalú épülethez. Az Indexhez eljuttatott fotók tanúsága szerint ugyanis a tájékoztatás a Várkert bazáron belül leginkább a szociál balatoni feelingre emlékeztet. Az ellenzék szerint a kezdetektől tudni lehetett, hogy a romlás lesz a bazár sorsa. Ha kezdettől fogva csak az volt a cél, hogy a megépítéséből minél több pénzt lehessen ilyen-olyan módon szétosztani haveroknak, ugye emlékszünk rá, hogy milyen mutyik tartoztak ennek a kivitelezéséhez, akkor nyilvánvaló, hogy az üzemeltetésnek a forrásai is tisztázatlanok. A DK véleménye szerint Orbán Viktort semmi más nem érdekli Budapestből, csak a Várkert bazárhoz hasonló látványberuházások. Illetve az, hogy hogyan és mikor tud felköltözni a várba. Ahelyett, hogy például a 3-as metró akadály mentesítésére adnának megfelelő forrást, ahelyett ilyen látványberuházásokra, amiket egyébként ilyen rossz minőségben valósítanak meg, szórják el az uniós forrásokat. A miniszterelnökséget vezető minisztert is érdekli a Várkert bazár állapota. Lázár János azonnali átvizsgálást rendelt el, ha a javítás garanciális, javítják a hibákat, ha nem, akkor pedig intézkednek.